szülővel való beszélgetéskor, akár sokszor egy hirtelen hívásnál szóba kerül, hogy mit csináljon akkor, vagy most körülbelül ekkoráról leesett, azonnal felsírt, azonnal rátszott, hogy rendesen, adekvátan viselkedik minden, de mégis most mi mit csináljunk, hova szaladjunk. Kell-e orvos, milyen orvos kell, nem kell, vagy beütötte a fejét, most mit csináljak, nem látok rajta semmit, de nagyot koppant, és akkor ezt egészen pontosan leírja a szülő. Vagy például olyan furcsán veszi a levegőt, és nekem, én nem tudom, de riadt, és mondom, rekedt a hangja. És volt olyan, amikor, ugye, mert ezek olyan váratlanul jönnek ezek a problémák, hogy oda tartotta a telefonhoz a gyerek közelébe, és egyértelműen hallatszott az a nagyon nehéz belégzési hang, ami mindig veszélyes, akár egy allergia idézi elé, akár valakinek krupos a gyereke, tehát egy ijesztő állapot. És ez már sokat segít, mert akkor az ember tudja, hogy adekvátan a legrövidebb úton milyen segítséghez tudjuk juttatni a gyereket. És adott esetben ez a felnőttre vonatkozó is tud lenni, mert ugye a felnőtteknél is vannak bizonyos események, amik hasonlóan működnek. Ugyanúgy, hogy a rollerrel is esik a fiatalapok, üti a fejét, és koponyalapi törést, mert volt ilyen szenved, ugyanúgy előfordulhat a gyereknél. Na most olyan rendszerben szedtem össze a mondani valómat, hogy a végére is érjünk, mert egy hatalmas nagy terület ez, hogy vészhelyzetben mit is tudunk tenni, hogy először azt taglalnám, hogy amikor egy sürgősségről szó van, sokszor nehéz, mert izgul is az ember, egy csomó olyan körülmény van, amit szeretett volna elkerülni, rendkívül az érzelmi állapot úgymond felhangoltá válik, hogy mi az, ami észszerűen meg kell tegyen az ember, és át kell gondoljon pillanatok alatt, hogy milyen esetben kell mindenképpen mentőt hívnom. Tehát mindenképpen mentőt kell hívni, hogyha látom, hogy látszólag nem légzik az a beteg. De ennek a pillanatok alatt látszik a színbeli elváltozás is, tehát hogy nem olyan a színe. Hogy csápat, lilák az ajkai, körme is lilák, nem egyszerűen egy fázásról van szó, és látszik, hogy sehol semmilyen levegővét nem észlelhet. Vagy pedig lélegezik, de olyan nehezen, hogy látszik a kis mellkasán vagy a nyakánál, hogy behúzódnak azok a rések, amik vannak a légzési segédizmuk, nagyon-nagyon küzdenek. Ilyen hörgős, úgy szokták mondani a szülők, hogy olyan hörgős a légzése, úgy, ahogy fölveszem, és nincsen hangja. Tehát ezek mind azt jelentik, hogy valahol stop van, tehát például a nyakon. Na most, vagy például egy baleset történik, akkor is kell nekem mentőt hívnom, tehát eszméletét elveszi valaki, vagy zavartá válik, közben elkezd hányogatni, tehát ezek a dolgok, akkor is, hogyha tudunk vele beszélni, mindenképpen mentést indokolnak. Nem szabad rájuk hallgatni, hogy nekik nincs semmi bajuk, mert sokszor a zavartságtól, vagy az agyi sérüléstől nincsen józan ítélő képességük. Tehát gyereknél meg egyértelmű, hogy ők még kiszolgáltatottabbak. Nagyobb nyílt seb esetén szintén nyilván erős fájdalom, vagy a nyaknak a nagyfokú megfeszülése, merevbevedése szintén. Nagyon magas láz, a csillapíthatatlan láz, tehát hogyha látja az ember, hogy mindent megteszek, adtam gyógyszert is, és próbáltam hűteni is, és mégis, és elkezd hányni egy gyerek, vagy egy felnőtt is, fiatal felnőtt, az mindenképpen nagyon súlyos jel, szintén azonnal be kell mozdulni, tehát azonnal a segítség után kell nyúlni. Rángógörcsnél azt mindenki tudja, ez egész biztos, ha eszméletlen egy ember, akkor is biztos, ugye, hogy nyugalomba helyezem, magyarul oldalfekvő helyzetbe helyezem, úgyhogy stabilan feküdjön, azt úgy tudjuk elérni, hogy
hogy az egyik lábbal egy kicsit besegítve, hogy egy kicsit a súlypont úgy, hogy az arccal így egy kicsit a föld felé lefele legyen az eszméletlen beteg, mert hogyha van valami váladék, visszajön, vagy akármi, de gyereknél ugyanez érvényes, akkor azonnal kifolyjon, a földre folyjon, ne hátra csurogjon, és esetleg a légutakra is az a fulladást okozhat. Na most mérgezésről szintén ugyanez van, ugye tudja mindenki, hogy mennyi olyan ártalmatlannak tűnő növény is van, ami a környezetünkben van, zöldek, örökzöldek, minden, ami, vagy díszcserjék, amik mérgezőek tudnak lenni, szinte megjegyezhetetlen, majd ezt is remélem módom lesz elolvasni, vagy felolvasni, mert szinte mondom megjegyezhetetlen, egyesek igen, de pillanatok alatt meg tudja mondani egy mérgezési osztály, olyan centrum van Budapesten, mi hozzánk hál' Istennek közel, hogy azt kell megfigyelni, vagy nem, hogyha annak a bogyóját, vagy a levelét meg elrágcsálta a gyerek. Nagyon szeretnek ilyenekhez hozzányúlni a gyerekek. Na most az eset, amikor nem kell mentő, de mindenképpen kell orvos, és néhány órán belül azok az esetek, amikor az előbb már árnyaltan, de utaltam rá, például nagyon magas a láz. Az, hogyha egy nagyobb gyerek vagy felnőtt is, ezt be kell tartani, vagy vannak gyanús, érdekes, oda nem illő bőrkiütések, amik addig soha nem voltak olyanok, és érdekesenek tűnnek, netalántán azok nagyon tarjagosan terjednek, és duzzanatot is okoznak. Ezek mind szintén orvosi, minél hamarabb orvosi, erre való az ügyelet egyébként. Vagy erős fejfájás van. Hogy a fülfájás? Fülfájást meg lehet próbálni átmeneti segítségként egy kis fájdalomcsillapítót, lázcsillapítót, de egyébként, hogyha nem tűnik stabilan szűnőnek a fülfájás, akkor meg kell mutatni szintén, fülészeti ügyelet a közelünkben van mindig, tehát a főváros nyújt segítséget mindig valamelyik gyerekkórháznak a fülészeti szakrendelésén keresztül. Na most, ha erőteljes hasi panasz van, az szintén, de hát azt általában nagyon jól érzékelik az emberek, hogy az mit jelent, mert nagyon félnek a vakbélgyulladás, szövődményes vakbélgyulladástól is, de más is lehet, például egy béllázárodás, ami szintén ugyanolyan nagyon nagy baj, mint egy vakbélgyulladás. Ha hangos a légzése valakinek, az szintén ugyanúgy orvosi ellátást igényel, minél hamarabb, tehát egy pár órán belül, 2-3 órán belül, hogy folyamatosan köhög egy gyerek. Nagyon érdekes, hogy annak előtte semmi nem volt, és egyszer csak folyamatosan, igen, ingerlékenyen elkezd köhögni. Jó napot kívánok! Elkezd köhögni az ember gyerekkel. Ott bizony, hogy szóba jön, hogy a ilyen tityegő totyogó, hogy nem szedette valami olyan anyagot össze, ami félre csúszott neki, és a légutakra került. Ez egy nagyon-nagyon erős, izgató köhögés, hogy szinte fulladásszerűen nem vesz levegőt a gyerek, de ugyanúgy ez is előfordulhat, akár vendégségben vagyunk egy felnőttel, beszélgetés közben jól érzi magát, nevetgél, és hirtelen félrecsúszik a falat. Híres embereknél előfordult, hogy ebből egy fulladásos azonnali halál, ha nincs ott a segítség. A segítséget azt elmondom, nagyon egyszerű fogás, két típusú megoldás létezik, ugye kisebb gyereknél, amit föl tudunk emelni, és ugye egy felnőttnél azt szintén megmutatom, jó? Majd, hogyha odaérünk erre a részre. Na most, mi az, amikor otthon még az ember úgy nyugodtan ülhet és megfigyelgethet? Hát, egy rövid lázas állapot. Úgy volt neki. Másnap megint volt, de amúgy jól van, egyebek. Ott azért azt meg lehet figyelni, mert van úgy, hogy teljesen elmúlik, nem jövünk rá soha, hogy mitől volt, de van úgy, hogy begorombul a folyamat, akkor meg kell mégiscsak orvosi segítséget kérni. Vagy egy egyszerű náthánál szintén otthon maradhatunk, vagy egy kisebb sérülésnél elvágjuk az ujjunkat, bekötjük, eláll a vérzés és egyebek. Na most, ami nagyon fontos, és elmondanám, hogy olyan sürgős helyzetben, amikor nagyon nagy segítség lehet az embernek, nem is hiszik el, hogy mekkora jelentősége van például az, hogy egy házszám jól föl legyen tüntetve.
az ember házán. Néha ez a mentésben iszonyatos nehézségeket okoz, hogy megtalálni egy házat, hogy melyik a 28A, vagy van-e A egyáltalán, vagy B van, vagy például itt is van olyan utcaszakasz, olyan utca, nem akarom megnevezni, ahol azonos számon fut legalább 3 ingatlan. Hát ezt mentési körülmények között ember legyen a talpán, aki ezt megoldja. Tehát nagyon fontos az, hogy rögtön, ha várok segítséget ilyen szempontból, azonnal kirakok egy nagy A4-est, és hatalmas betűkkel ráteszem a házszámomat, hogy oda találjon az az illető, aki menteni próbál minket. Legyen ugye elsősegély doboza az embernek, ez is nagyon fontos, amiben némi nemű gyógyszer, lázcsillapító, kötszer, allergiaellenesszer sem rossz, hogyha van azért, legyen egy vágószerszám, tehát főleg olló. A gyermeknek, hogyha a gyermekről van szó, a fontos adatok, oltási könyve, betegségeiről, allergiájáról, esetleg vércsoportjáról valami információ. Tehát nagyon fontos. A csecsemő bölcső haláról egy pár szót szeretnék említeni, ez is mindig külön, most megint van egy újabb szempont, hogy hát inkább nem észleljük, mert ugye az én gyerekemnek éppen miért lehetne, meg amúgy is legtöbbször nem is az ágyában van, meg egyebek. Na most ezért ki is fejlesztettek most már egy olyan megfigyelőt, ami akkor, mint egy karóra is rá lehet csiptetni a kisbabának a pelenkanadrágjára, és akár az utcán, vagy akárhova viszi az ember, vagy kiteszi levegőztetni, állandó monitor alatt van a gyerek légzése, és ráadásul ez a szerkentyű, még ha egy hosszabb idő tart, még 20 másodpercen túl kimaradás van, légzés kimaradás, egy nagy inget is bocsát a gyereknek a testére, amitől egy újabb nagy sóhajjal beindul újból. Nagyon-nagyon tágak a elképzelések, de vannak bizonyos rizikó tényezők, meg akati tényezők, amik hajlamosító tényezők lehet. Családban ismétlődően előforduló esetek, ezt úgy mondjuk, hogy genetikailag determinált esetek, lehetnek olyan esetek, amikor egy elhanyagolt 1 kiló terhességből egy 1 kiló körüli súlyú gyerekről van szó. Tehát lehet egy olyan, hogy rosszul fekteti le az ember a gyerekét, tehát például hasra fekszik, hasra fekteti, kevés a levegő rész az óra körül, és emiatt a légzőközpont egy fals jelzést ad a szervezetnek azzal kapcsolatban, hogy most mit csináljon, levegővét vagy nem levegővét következik. A túlmelegedés is, bármilyen furcsa, hogy a gyermeket túltakar az ember, az is előidézhet ilyet. A német szakirodalom 2 éves korig ennek a veszélyét regisztrálja, és tartja azt, hogy ez lehetséges, míg az angolszász szakirodalom 1 éves korig jelzi a kritikusságát ennek a bölcsőhalálnak. Hát sajnos volt benne részem, de tényleg teljesen olyan váratlanul jelentkezik, és általában tényleg nincsen sosem légzésfigyelő. Sokszor a légzés, mert sokszor ez is egy általános kérdés, hogy mit csináljak, ha meghallom, és tényleg ott van a gyerek, és nem vesz levegőt, doktornő, mit csinál? Mondom, sokszor abba pillanatban fölemelés az egy erőteljes inger, hogy lendületből fölemelem, a gyerek egy újabb nagy sóhajjal elkezd levegőt venni. Nem is nagyon hallottam arról az esetről, amikor egy ilyen típusú gyereknél, ahol a szülő amúgy ki volt képezve, mert vannak már ilyen centrumok a egyes gyerekkórházakban, ahol ki is képezik az ilyen típusú szülőket, ahol többszöri légzésleállást jelez a monitorizálás, és hogy nem volt olyan, hogy be kellett avatkozzon, mert rögtön a fölemeléstől, attól, hogy kiveszem az ágyából, vagy a babakocsiból a gyermeket, rögtön beindul a következő légvét. De minden esetre azért az a lényeg, hogy résen kell lenni úgy a gyerek 2 éves koráig körülbelül, mert nekem is volt olyan betegem, ahol genetikailag determinált dolog volt, de még 2 éves kora előtt egy délutáni altatásnál a kislánynál megszólalt a gép. Na most a bőrkiütésekről is beszélnék, mert azok is lehetnek vadak néha, meg néha szelidek. A szülők sokkal hamarabb ugranak a bőrkiütésnek a megjelenésére,
mint akár egy légzésbeli problémára. Ez is egy érdekes dolog, hogy mivel hogy kívülről látszik, kitakarja, főleg este fürdetésnél, ez eléggé rémisztő, hogy hívják, segítségkéréseket indukál némelyik szülőben. Most az allergiának is van ugye bőrtünete, hát mindenki tudja, vagy már volt is, majdnem mindenkinek, hogyha lázal jelentkezik a bőrkiütés, az már elgondolkodtatóbb, ott már nagyon-nagyon résen kell lenni, hogy mik is azok a bőrkiütések, és miért jöttek lázal. Rovarcsípés, ami szintén nagyon hosszú ideig tarthat, és csúnya is tud lenni, de ezek szétszórtak, szétszórtan csoportosak, tehát nincs semmi rendszer bennük, vagy itt az egyik lábszáron, vagy a nyak mellett ott oldal, főleg ilyen kis tehetetlen kisgyerekeknél nagyon könnyen lehet ebből gond. Na most akkor nagyon nagy gond van, hogyha tényleg egy ilyen lázas állapotban jelentkezik a bőrkiütés, és az ember jól megnézi, kiterjed, óráról órára szinte, vagy percről perce terjed, és akkor olyan apró pontszerű, ha rányomok egy üveget, üvegpoharat, akkor azt látom, hogy nem tűnik el. Azért egy egyszerű gyulladt, ilyen gyulladásos valami, az azért nem. Az akkor bőrvérzés, az akkor nagyon súlyos jel. Az olyan, hogy egy óra, másfél órán belül benne kell lenni a kórházba segítségért. Ne talántán közben légzés vagy tudatzavar áll be, akkor az meg még komolyabban veendő, még talán akkor tudnak segíteni. Biztos mindenki hallott már arról a fertőző acsátegyulladásról, aminek ugye ez az első tulajdonsága, hogy beüt a ménykő pillanatok alatt, szinte leteszem az egészséges gyermekemet, és éjjel vagy este már pár óra múlva arra vagyok figyelmes, hogy fél holtan emelem ki az ágyból, és látom, hogy szinte hűvös a teste, nagyon-nagyon gyanús egyébként, ha hidegek a végtagok, és rosszul van a gyerek, és hűvös a teste, ne gondoljon senki arra, hogy kihűlni készül. Pont ellenkezőleg, hogy olyankor szokott a maghőmérséklet adott esetben 40 fok fölött lenni, és olyankor a színük is rossz, a végtagjuk is csúnya, sötét színű, a szájszél is sötét színű, tehát lilás inkább, hogy akkor mindenképpen bármilyen furcsa, hogy sokszor az a válasz nekem, hogy de hiszen fázik, de hiszen hideg, akkor mondom, hogy de csak tegye be a hőmérőt, mert csodát fog látni. És erre nagyon-nagyon kell figyelni. Rosszul van egy gyerek, hideg, hűvösek a végtagok, látszik, hogy nincsen ott annyira, mint amennyire kéne, meg kell mérni a lázát. Mert a maghőmérséklet az az, amit fülben mérünk, szájban mérünk, csecsemőnél főleg a legstabilabban végbélben tudunk biztosan megmérni. És az az irányadó. A végbélben való mérés az egy teljesen ártalmatlan beavatkozás, csak a kis hőmérőnek a kis vékony végét bedugom a végbélbe, és sokszor a hőmérő kérdése pillanatokon belül látom azt, hogy mi van ott. És nyilván azt szerint kérem a segítséget. Hát akkor ezt a legveszedelmesebbet elmondtam. Csalánkiütésem egy ártalmatlan dolog tud lenni. Csalánkiütésekről szintén allergiás tünet is lehet. Legtöbbször van úgy, hogy a bélben van a okozó tényező, tehát a beleinkben is lehetnek. Vannak olyan élősködők, hogy csalánkiütést okoznak a bőrünkön. Percről percre változik a helyzetük, nagyságuk, kiterjedésük. Ha gyereknek duzadozik akár a nyelve, vagy a szája széle, vagy a szemhéja, azonnal orvosi segítség. Mondhatnám még akkor is, hogy az sem hiba, nagyon rendesek a gyerekmentők, a 104-et vagy a 112-t kell hívni. És akkor majd ők megállapítják, hogy kórházi eset, vagy pedig túlzottan túl lett poentírozva, de mondom, a kiterjedt a csalán kiütés, és a gyereknek a fején intenzívebb tüneteket lát az ember, azzal kell kezdeni sürgősen valamit. És akkor úgy van egy pár olyan fertőzéses, meg fertőző hagyományos betegséget fölírtam, aminek szintén lehet jelentősége olyan szempontból, hogy például a bárányhimlő az lehet nagyon vad, nagyon veszett, tényező, veszedelmes tényező, most már van ellene oltás, nem kell sokat tanakodni rajta, inkább be kell oltatni a gyerekünket,
még akkor is, ha enyhe formában egy picit később esetleg jelentkezik nála, az esetek zömében nem jelentkezik semmi. De általában most már tudjuk, hogy két oltás szükséges ahhoz, hogy védett legyen a himlő ellen, bárányhimlő ellen az ember gyerekkel. Most az elmúlt télen nagyon komoly szövődményes esetekről tudok beszámolni itt a térségben. Úgyhogy nem mindig ilyen ez a tényező. Tehát azért kell erre gondolni, hogy amit lehet kiiktatni ilyen veszedelmes forrást, azt akkor iktassuk is ki. Vannak egyszerűbb vírusbetegségek, amik drasztikus bőrkiütésekkel járnak, de azok általában nem ijesztőek. Vagy a melegkiütések, azok is néha a szülőket megijesztik. Azok általában mellkason, hátul, nyak alatt jelentkeznek, aprók, pontszerűek, és egy fürdetés után, egy hintőporozás után meg is szűnnek. Tehát azzal sem kell olyan nagyon sok mindent kezdeni. A gyógyszereket szed valaki, és akkor jönnek kiütések, azokat regisztrálni kell, azt utólag meg kell mutatni az orvosnak. Ha nem is súlyosak a kiütések, jobb, ha minél hamarabb az ember megkonzultálja az orvosával, hogy legyen ez leregisztrálva pontosan, mert adott esetben a következő érintkezésnél a gyerekben vagy egy felnőttben is egy halálos reakciót is előidézhet a gyógyszerérzékenység. A penicillin érzékenység, ha nagyon-nagyon félnek tőle, és már tényleg több ponton a penicillin meg van támadva, mivel annak is ható anyagainak nagyon nagy fontossága van esetleg kezelés alkalmával. Most már itt a Budapesti Semmelweis Egyetemnek a bőrklinikáján már lehet ártalmatlan módszerrel megoldani, hogy megnézetni csak tisztán vérből, hogy van-e tényleges érzékenység, vagy nincsen, csak erre kell energiát szánni. És akkor kell, amikor egészséges az ember, nem akkor, mikor már kéne a nagy segítség, és a komoly nagy gyógyszert ezért nem tudja adni az orvos, mert nem meri megpróbálni, mert sajnos regisztrálva van a gyógyszerérzékenység. Úgyhogy erre érdemes figyelni, mert mindig vannak a családokban ilyen kiemelten érzékeny típusú embere, hogy ezeket meg lehet közelíteni jobban, anélkül, hogy ártanék a betegnek. Hát a csontérésekről nagyon sok mindent nem mondanék, ugye van nyílt és van zárt törés. A nyílt törések a vérzésveszély miatt nagyon-nagyon fontosak. A lényeg mindig először, hogy a sebet ellátom, tehát bekötözöm, adott esetben, ha viccel belőle a vér, nyomókötést teszek. Addig teszem a pólyákat, egymásra a bucikat, hát ha leginkább nem vattával, még adott esetben, ha egy rongyom van, az is megfelelő, mert akkor a fertőzés rám nem figyelünk, hogy de steril legyen ám, meg hogy be legyen csomagolva, meg le legyen fertőtlenítve, nem. Az elsődleges az, hogyha egy nagyon súlyos vérzés, piccelővérzés, nyomókötést teszek rá. Jól betekerem, és akkor, ha én elkezdtem tekerni, a nyomást előidézni, hogy ott a tamponálja azokat az ereket, az ember utána már nem lesegettem, nézegettem, hogy vérzik még, mert vérzik, persze, hogy vérzik, csak már nem annyira. És minél határozottabb a kötésem, nem szorító, elszorító a kötésem, hanem nyomó a kötésem, akkor annál biztosabb, hogy a vérzés meg fog állni. Úgyhogy a zárt töréseknél pedig, hát azt általában onnan ismeri meg az ember, nem mozdítja le, mozgatása iszonyúan fáj, nem is mozgatja. Ha nincs erő a karjába, most utólag egy nagyobb fiúcskat mind a két karját, szépen a karját eltörte, az egyikkel szorítani nem tudott, a másikat meg mozdítani alig tudta, nem ismertem volna gondolni, a másik keze is el van törve. Azért mondom, hogy ezt figyelni kell, ha 24 órán belül, ha nem is olyan rapidak a tünetek, el kell vinni gyereksebészeti ambulanciára, mert sokszor eléggé, hogy mondja, meglepetésszerű ez a diagnózis, és ott van főleg gyerekeknél, ahol még a növekedési zónákban ott vannak, úgy zöldgaltörésnek nevezzük, és dúzad a csonthártya alatt a dolog, mert az egy nagyon erőteljesen vérrel ellátott rész, és akkor, ahogy már a feszülés már annyira rossz, és az általában egy-két nap múlva jön, azt hívja föl a figyelmet a szakember, vagy inkább a környezete számára, hogy itt tenni kell valamit, és akkor azt rögzíteni kell, és ezt csak sebész tudja ellátni a megfelelő rögzítő módszerekkel.
Hát nyilvánvaló, ha meg látszik, hogy annyira elmozdulásos törés, akkor látja az ember, hogy a bőrnél kipuposodik a bőr, mert ott elmozdult a törés. Elmozdult törések veszélyesek, mert azok általában műtétet is igényelnek. A végtag zsibbadást is nagyon komolyan kell venni. Eszméletvesztés. Nagyon komoly jelenség, de ha eszméletlen beteget látunk, amit az előbb utaltam rá, stabilan oldalfekvő helyzetbe kell helyezni. Az általában úgy van, felhúzott lábakkal oldalára fordítom, és úgy, hogy legalább az egyik lábával így letámaszkodjon a földre. Tehát én, ha abból a helyzetből ellenkező oldalba ki szeretném így mozdítani, nem nagyon megy, csak akkor, ha a lábait kiegyenesítem, és úgy próbálom meg. De hát ezt ne próbálgassuk, mert pontosan az a mencsvára az eszméletlen betegnek, hogy az oldalára fektetem. Ez az oldalra fektetés, ez mindig előjön, ha kisbabát szül az ember, és a kisbaba otthon van. Az az első, amivel a védőnéni is mondja, ugye oldalára fekteti zömében, miért meg kis maga tehetetlen emberke, és ő neki azért ugye vannak váladékai, nyálai, visszajöhet a gyomorból gyomortartalom, és ugye ez a kérdés ugye fulladást idézhet elő. Ha viszont oldalra, oldalfekvő helyzetben kifolyik, felnőttnél is a hányadék kifolyik, vagy a nyál kifolyik, az nyilván nem kerül le a légcsőbe, és nem okozhat fulladást. Na most, hát tennivaló mi van? Eszméletvesztésnél, ha még ráadásul még légzés sincsen, akkor már ez nehéz, ugye, oldalra fektetett embert ott lélegeztetni, vagy befújni szájába, vagy az órába, akkor már óvatosabbnak kell lenni. Ha meg nem ért valaki hozzá, akkor nyilván segítséget kell kérni mindenképpen. Na most a rángó görcsnél, mert nagyon sokszor az eszméletlenséget az váltja ki, hogy valakinek van egyszerűen egy rángógörcse, ami sokféle oka lehet, nem csak az, hogy valaki epilepsziás, adott esetben rosszul veszi a levegőt valaki, nem kap elég megfelelő segítséget, támaszt a vérkeringésével, vagy elkezd valaki, vannak hisztérikus nők, akiknél egy rossz érzés, fájdalom, menstruáció kiválthat egy szaporú belégzést, akkor a szervezet, a légzőközpont elfelejti azt, hogy kéne neki levegőt venni, mivel fel van telődve a sok a szipogástól, meg belégzéstől a vér oxigénnel, és akkor a légzőközpont azt mondja, hát van nekem oxigénem, akkor most minek sóhajtassam az emberkét, nyilvánvaló, hogy nem fog. És akkor jön a krak. Elillul, begörcsöl, és ugyanúgy, mint egy epilepsziás, egy olyan folyamat alakul ki nála. Tehát ez általában olyankor, hogyha egy ilyen van, ez a mentési feladat. Tehát azért mondtam, hogy van ilyen is, hogy ártalmatlan okból is valaki görcsöt kaphat. Nagyon sokan azt hiszik, hogy akkor vízzel le kell locsolni, le kell fogni, hogy ja Istenem, el ne harapja a nyelvét, meg régen még a tudományban is úgy tanultuk, hogy jaj, akkor megfogjuk a nyelvét, és akkor nehogy, hát a hátra csúszásra kell figyelni, de azért nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy inkább a oldalra fektetése próbáljam meg úgy stabilizálni a testét, hogy ne sérüljön meg. Ez a lényeg. És ez általában spontán ezek lezajlanak. Ennek vége van, tehát ezek nagyon-nagyon ritka esetben van olyan, hogy fél óra, háromnegyed órára múlva is egy ilyen görcszerű állapotban van az embernek a betege. Na most az égésekről még nem beszéltem. Gyakorlatilag hát itt a megelégzés lenne a legfontosabb, ugye, a 1-től a 4-es skáláig az erősségét, az égési sérülés erősségét szoktuk osztályozni. Sokszor akkor, amikor megtörténik az égés, nem igen tudjuk, hogy milyen mélységű és milyen mértékű. Ezt általában szakember állapítja meg, de amikor segítenünk kell, az az azonnali hűtés. Akár fél óráig is hűti az ember, hűti, és ha lehet, akár ha kicsi a baba, megszoktatni, sose felejtem, mert egy nagyon-nagyon régi eset volt, már nagyon fiatal orvos koromban ide kerültem, valahogy a konvektorra, az anyukának otthon a pólyázóról
a fürdőszobában rámászott a kisded a hogy hívjákra, nyilván ott volt hagyva. A konvektorra az meg tűzforró volt. A kis talpai elégtek, és a két tenyere. Hát az óriási fájdalommal és csinadattával érkeztek meg a rendelőbe, és megmondom őszintén, hogy szinte megközelíthetetlen volt a gyerek, azon kívül, hogy hütöttük meg, vártuk a mentőt meg, hogy adjuk be. Kapott igaz végbélbe egy ilyen fájdalomcsillapítós kupot, azóta is szeretem a germicicét használni, mert abban van fájdalomcsillapító is, ugye 2 éves korig ezt szoktam használni lázcsillapítónak, hogy a merretétel, hogy az mit jelent egy kisbabánál, a megnyugvás, a fájdalomcsillapítás, és ez többször szakirodalomban komoly szakemberek, gyerekmentő szakemberek is, hogy a szopós kisbabának mennyit jelent az, hogy a merretétel és az anyának a közelsége, hogyha ott van. Tehát erre is kell gondolni. Nem akarom én azzal, hogy most az egyes fokozatú az milyen, meg olyan, azért a 2-es, 3-as az azért fölhújagosodik, meg a 3-asnál van alul szöveti sérülés, a 4-es meg már az, amikor egészen mélyen az izmokat, meg a csontokat érheti az égés. Hát ez nagyon súlyos, ebből kicsi is elég, úgyhogy ezeket már plasztikával, hosszadalmas kezeléssel lehet rendbehozni. Fejfájás, mennyire vegyük komolyan? Vannak nagyon komoly fejfájások, vannak olyan, csak ilyen, csak úgy mondogatja. Mire múlik el? Ez nagyon-nagyon diagnosztikus, hogy kell-e valamit bevenni, hogy elmúljon, vagy pedig hirtelen jelentkezik, esetleg hányással, hányingerrel, eszmélezavarral, ezek akkor az azonnal segítséget indokol. De az, hogy azt mondja, fájdogál, itt fáj, ott fáj, jó, ki kell vizsgáltatni, figyelni kell, 1-2 héten belül azt meg kell vizsgáltatni, hogy mi lehet az oka, de mondom, ha vagy Isten őriz, van olyan, megkapja az ember délután a gyerekét a közösségből, nem is tudja, esetleg nem is tud a felügyelőről beszámolni, hogy megsérült a feje. Hát igen, megsérülhet még a feje, anélkül, hogy az ember tudna róla. Miért ne? Nem mindent lát, ott sem bent a nevelő. Tehát át kell gondolni. Volt nekem olyan nagyfiú, aki a kinyitott ablaknak egy hirtelen felállás kapcsán tarkóját beütötte, és 7. vagy 8. napon olyan állapotban volt a gyerek, hogy kritikán felüli komolyan, nem tudtak róla igazából, nem is poentírozták ezt a problémát, hogy ez mennyire fontos lehet, de hát egy agyvizenyőt kapott, és ugye egy nagyon súlyos agyrázkodás fajtát, amin hetekig kellett bent kezelni az orvot. Szóval azért mondom, fejfájás, fejsérülés, megütötted, nem ütötted, bevet valamit, nem vett be valamit, ha hirtelen jelentkezik, bőrkiütés, magasláz, nagyon komolyan kell venni. Na most akkor egy valamiről szeretném. Az elején utaltam arra, hogy ugye a kisgyerekeknek, hogy mennyiféle momentum. A leggyakoribb az a polyázóról esnek el, lépcsőről esnek le, vagy leesnek az ágyikóról. Nagyon sokszor előfordul. Vannak ilyen alacsony hálóágyak, és otthon vannak. És tesz-vesz, szülő nem is gondolja, hogy az ő gyereke már olyan mozgékony, és akkor mutatja meg éppen abban a pillanatban, hogy olyan mozgékony, hogy már repül is le, hogy mire esik, az számít. Ha vastag szőnyegre, talán nem lesz baj, de adott esetben, hogyha azért egy kemény köves részre, mert a nappaliban levő keményebb részen vannak, akkor ez komoly gond lehet. 48 óra a megfigyelés. Ha 48 órán belül mégis hiába leesett, nincsen semmi baja. Egy árva véraláfutást nem látok. Jól eszik a gyerek. Igazából nem is sírt annyit, de ha 48 órán belül annak a gyereknek megváltozik a viselkedése, elkezd hányni, vagy feltűnően aluszékonnyá válik, ezután azonnal a legközelebbi gyerek sebészeti ambulanciára be kell vinni, és ott mindent meg fognak tenni, ami szükséges, hogy megnézzük, hogy nincs-e olyan dolog, hogy az agy duzzad. Az agy elkezd duzzadni, az egy olyan látszövet, hogy ugye a koponya meg egy korlátozott hely, az annak tér kell a koponyán belül, annak az agynak a duzzad is, mert aztán az visszamegy az a duzzanát, mert vissza is lehet vittetni gyógyszeresen.
Viszont, hogyha nincsen idő, kevés az idő, azt csinálhat bajt. Mert ugye a fontosabb légző meg vérkeringési központot nyomhatja esetleg a koponya csont. Saját koponyájába az ember nem fér el. Ez könnyebben van felnőtteknél, gyerekeknél ilyen egy éves kor alatt, amikor még a varratok nincsenek fixálódva, meg tágulékony a fej, többet kibírnak ilyen értelemben, de akkor is résen kell lenni. Az első hányásos jel, vagy aluszékonysági probléma rögtön megmutatja, hogy mi a nagy baj. És itt szeretnék beszélni a megrázott gyerekszindrómáról. Nagyon sokan, nagyon előszeretettel alkalmazzák, nagy örömükbe, hogy a gyereket megrázogatják, kacag a kicsi, nagyon aranyos, tüneményesek tudnak lenni, még néha lendületből is egy kicsit megmutogatják neki. Ő nekik nagyon-nagyon vékony, rövid a nyakuk, nagyon szakadékony a nyaki képletek, nagyon könnyen előfordulhatnak olyan sérülések a koponyán belül is, mert nem látunk bele, vagy a nyakon belül, ami a végzetes sérülést előidézheti. Egy éves kor alatt eléggé gyakori halálok. Bármilyen furcsa, de erre kell figyelni. Ne engedjék senkinek, se a kedves nagypapának, se a kedves apukának. Meg kell magyarázni, hogy ez nem bármennyire is kellemes hallgatni a gyereknek azt a gurgolázó kacagását, akkor sem szabad ilyet csinálni. Jó? Mert náluk teljesen másak az arányok, a súlyviszonyok, nehéz a fej a testhez képest, anyag, vékony, gyenge, szakadékony képletekkel van teli, nem olyan kemény, mint a mi nyakunk, úgyhogy csak ráfázhat az ember gyereke, meg mi is utána. A félrenyelés idegentest, hát megint ez legalább olyan fontos, mint a felsérülés, a félrenyelni nagyon könnyű, felnőttnek, gyereknek, megint csak ismétlem magam. Abban a pillanatban, hogyha valaki hirtelen elkezd köhögni, nagyon-nagyon izgatottan, szinte még el is szürkül a feje időnként, netalántán a légszomjon kívül még egy fokozott nyázást is lát az ember, lehet, hogy nem láttam azt a testet, amit, de lehet, hogy lement az idegen test már akkor. Ha éber és nagyon jól köhög, tehát van erő az emberkébe, akkor azonnal azt a fogást meg kell tennem. Hát addig, ameddig úgy meg tudom a karomon fogni, és van benne erő, akkor egy ilyen, ezen a babán tudom megmutatni, ha nincsen nagyon lányok, nincsen nagyon kirögzítve, mik vannak rajta, hogy legalább úgy, hogy hirtelen felkapom, megtámasztom a lábam, és nem így, hanem egy ilyen helyzetet, és akkor így ütök a lapocka tájára, tehát a háta közepére magyarul. Mert ilyenkor egy olyan túlnyomás, nem baj, hogyha eltörik ám esetleg az ember gyerekének a bordája, mert ez nagyon hamar helyre jön. Viszont ha nem jön ki a túlnyomástól, az az idegen test onnan, tehát addig nincsen baj, amíg akkor a gyerekem, akár lehet ez egy 6 éves is, hogy fel tudom kapni úgy, hogy egy ilyen, úgy mondjuk trendelemberg helyzetbe tudjam hozni, nem fejjel lógatott helyzetbe, hogy tudjak egy nagy nyomás. Na most, hogyha nagyobb emberről van szó, felnőttről adott esetben, ebből már volt ilyen, hogy étteremben megmentették, vadidegen mentette meg a másik életét, mert felmérte az illető ott az 5. asztalnál, hogy ez az izgatott köhögés, rémület mindenhonnan jön, és oda ment, és akkor egy olyan fogással, ami gyakorlatilag, hogyha megmutathatom önön, akkor megmutatom, jó, hogy gyakorlatilag ott van a szegény, görnyedezik és köhög, küzd az életéért, én hátulról elkapom, és teljes erővel a szedcsont alsó részére iszonyú nagy nyomást, és nyomást, és volt olyan, hát ezt komolyan mondom, hogy 5 méterre repült ki az idegen test a légutakon keresztül annak az embernek, és pillanatok alatt ennyi múlik az, hogy megmentem az életét, vagy nem. Tehát nagy erővel, hátulról, átfogva, és adott esetben serdülőt ilyen helyzetben találhatja az ember. Nekem volt ilyenem, a fiam. Kalifornia Fitness, ekkora darab tabletta, mindig tiszteletbe tartom a gyereknek a nyelési képességét, gyógyszert írok föl, akármit, nagyon fontos. Nagy volt az a tabletta.
Pedig ráadásul még törtem le belőle, mondom, hát ha két részletben majd bemegy meg minden, valahogy nem akart lemenni, 10 éves volt. És őt így hátulról tudtam már elkapni, mert nem tudtam volna fölemelni. És nem felejtem el, az előszobánk jó hosszú, kávé olyan hosszú, mint ott az az akasztó, és akkor, ahogy a konyhaajtóba megfogtam, és ezt a nagy-nagy nyomást, vagy kétszer, vagy háromszor már nem is emlékszem, csak azt hallottam, hogy röpül a tabletta, az a nagy kemény tabletta. Szóval azért mondom, végzetes helyzet alakulhatott volna ki, tehát ezért vagyunk itt végül is. Az ember olyankor annyira, ne féljenek, nem szabad szorongani, annyira előjönnek onnan mélyen az agytekervényeinkből, a bugyrokból az, hogy hogyan tudok én akkor segíteni, amire nem is gondol az ember egész életébe. De egyszer én hallottam, és akkor, ha látom, hogy ott az igazi nagy baj, akkor az onnan kipattan. Az biztos, nem kell azon szorongani, hogy nem pattan ki, mert ki fog jönni. Úgyhogy azért mondom, hogyha volt akkor egy ilyenem, hogy ott hagyták, eléggé rossz szociális körülmények voltak, ott hagyták a fiatalok, a gyerekeket, hármat, és ott ugráltak, ment a rágógumi a csipszel, ugráltak a kanapén, ugráltak lent, fönt, minden, jön a hívás, nagyon köhög. 10 perc múlva megint, nem az a fajta szülő, aki annyira megijedő szülő volt, és megint, hogy megyek már, mondom, jó, bezárom az ajtót, péntek volt este, 7-kor zárom az ajtót, és akkor ott leszek mindjárt. Egyszerűen elképesztő volt a gyerek, annyira küzdött, amit az előbb mondtam, magánál volt, lehetett volna rajta se, semmivel nem ment. Kapott tőlem életmentő szteroidot, meg se nyekent. Persze közben már hívtam én a mentőt, én rögtön a félrenyeléssel gyanakodtam, mondtam, akkor írja alá, hogy nem viszi oda az idegentest ügyeletre. Azt nem tette, hanem elvitte. Még aznap este kiemelték a rágógumit a csipszel a jobb főhörgőből. Ennyi. Ugrálnak az ágyon, szájukban rágógumi, még egy kis csipsz is hozzá, pillanatok alatt kész a probléma. Gégemetszést, ugyanúgy, mint a fejjel lefelei lógatást nem szabad csinálni. Nyilván azért, mert a szakembereknek csak rossz tapasztalatuk volt vele. Na most a fulladást, a nehéz légzést elég sokszor érintettük, nyilvánvaló, ha szürke meg, nagyon küzd, akkor mentőt hív az ember. Gyógyszermérgezés az nagyon egyszerű, megint csak nagyon hamar észreveszik a szülők általában, hogyha azért nagymamához elhelyezzük, gondoljunk már erre. Legtöbbször ott van a baj, hogy van gyógyszerreketszedő nagyszülő, ott van a gyerek, mert nem tudja az ember a felügyeletet megoldani, és akkor ott van valahol a placon a gyógyszer, és pillanatok alatt a gyerek kíváncsiságból is megkóstolhatja, vagy beveheti. Elég, hogy halálba küldjük a gyerekünket egy vérnyomáscsökkentővel, vagy egy féllel. Csak azért mondom, hogy mennyire. Nem kell itt mindenféle szuper, hiper, szuper zárakkal ellátott dobozba rakni, vagy nem tudom mi a gyógyszereket. Elég annyi, hogy az ember egy nem gyakori helyre, akár egy fürdőszobaszekrénybe, vannak ilyen jó zárható fémdobozok, eltenni, elhelyezni úgy, azokat a fémdobozokat még nekünk is sokszor nehéz kinyitni, és általában oda nem jutnak föl. Vagy a kamrába szintén egy ilyen félreeső helyen, nyilván a létre ne legyen közelébe. Akkor és oda megy, a Heimpál kórházban van centrum, tehát gyerekmérgezéses centrum, tehát a Heimpál. Az az irány, egyedül ez van. Tehát máshol gyerekmérgezést nem tudnak ellátni. Ha oda az ember azonnal betelefonál, ez van, ők azonnal tudnak adekvát választ adni, hogy most azonnal bemozduljon, vagy azonnal hívja a mentőt. Ha az ember észrevette, hogy hiányzik onnan, rengeteg fals jelzés is volt, de viszont azért ezzel kapcsolatban a megfigyelési időt mindenkinél betartják, hogy egy 6-8 órát akkor megfigyelik a gyereket, gyerekről lévén szó. A hányatást csak teljesen tiszta eszméletű embernél szabad csinálni, és akkor van értelme, hogyha a közelmúltban nagyon néhány percen belül történt meg a lenyelése annak a valaminek, ami nem kellett volna,
sósvízzel is segíthet az ember, hogy meghányatni egy gyereket, bár a gyerek lehet, hogyha olyan, akkor tiltakozik ellen, akkor inkább ne erőltessük, mert nehezebb dolog a fulladásból kihozni egy gyereket, mint akár egy mérgezésből, akkor inkább hagyjuk azt a szakemberre. Hányás is, hasmenés is egy tünet. Miért veszélyes? Meg kiszáradhat. Kicsi gyereknél, ilyen pindurkánál nagyon könnyű, nagyon gyorsan megy. A behorpadt kutacs, az aluszékonyság, kicsit beesett szemek, meg nyilván a pelenkának a súlya, meg gyakorisága, amit kiveszek alóla, ezek mindig kórjelzőek. Náluk szinte néhány órát, ha szabad várni, de ha erőteljes, nagyon szinte híg, fecskendőszerű székletekről van szó, már akkor is az végén, tehát az utolsó pillanatokban vagyunk, ha már akkor elkezdünk készülni, mert az nem szokott leállni. Az ember kicsomagolja és látja, hogy csak pruty, jön szembe a széklet, az egy vizes széklet, az olyan, mint a kolera, sajnos a rotavírus is ilyen tud lenni, ezért szoktuk forszírozni azért a szakemberek a rotavírus elleni oltást is, mert az is tud nagyon veszett lenni. Néha nagyon-nagyon olyan titkos, olyan kis szerítke, aztán néha meg begorombul. És ez is váltakozik az évszakoktól, hogy az Isten tudja, hogy miért van az, hogy egyikében a szalmonella nagyon veszett, nagyon vad, vagy a bárányhimlő nagyon vad, és nagyon vadnak mutatkozik a rotavírus. Vagy néha meg alig veszük észre egy véletlen mellékleletként a székletből kitenyésző vagy kimutatható vírust. A hasmenés ugyanaz, próbálgatjuk, vannak különböző elektrolitoldatok, amik olyanok, mint az infúzió, addig, amíg a kis gyomor be tudja fogadni, és tud annyit itatni az ember, akkor az elegendő lehet, de hát szóval tüsténkedni kell azért ezzel is, mert tényleg nagy veszélybe sodorhatja az ember gyerekét. A hideg ártalmakról is beszélnék azért, mert nagyon sokan már télen elmennek síelni, nem is gondolnak rá, hogy a ragyogó napsütésben a mínusz 7-10 fokban a gyermeke óra lefagyhat, vagy az arcocskája megfagyhat. Hát nyilván láberi van rajta, meg jó vastag a ruha neműje, azt azért, aki már síelni megy, azt azért tudja, de arra nem gondol, hogy a kilógó testrészek mennyire veszélybe vannak. Azért, ha látja az ember, olyan fehér viaszszerű az a valami, meg mondogatja a gyerek, hogy anyuci, zsibbad az órom, vagy zsibbad az arcom, vagy valami, az akkor ott nagyon, nagyon hamar melegre kell vinni, meleg közelében, nem hirtelen, nagyon melegnek, fokozatosan felmelegíteni, mert ebből gond lehet, és a fagyás is tud olyan mély lenni, mint az égés. A kiszáradás érintőlegesen beszéltünk róla, tehát akkor amitől előadódhat az ugye a hányás hasmenés, akkor, hogyha egy gyereknek sokszor nagyon csodálkoznak, megkérdezem, mikor pisilt a gyerek utoljára, azt nem is tudja. Hát ha hány vagy hasmenése van, vagy mindkettő van, azért egyik legfontosabb pont, hogy most mi van. Mert ha a közelmúltban nem volt, és legalább 6 órája nem volt, egy nagyobb gyereknél is egy komoly probléma. Vagy véressé válik a vizelete, véressé válik a széklete, szóval azonnal tehát szaksegítségre van szükség. Az aleárkolt szemmel, ahogy beszéltem, száraz száj, szinte összetapad a nyálkahártya, a kis szemét olyan nehezen tudja lehúnyni, vagy kinyitni, az is ugye száraz szem, száraz száj, száraz nyelv, nem pisilés, összeesett a kis bőre, olyan, mintha hirtelen lefogyott volna, ezek mind viselkedésileg is meg látszik egy gyereken, mert feltétlenül letargikusak, lapítanak, nehéz bevonni őket a környezetnek a különböző dolgaiba. Na most a lázról én szerintem mindenképpen kell olyan szinten beszélnünk, mert még mindig sokszor sok tévedést okoz az a dolog, hogy mikor adjak, és mit adjak, és mikor hűtsek, és mikor ne. Van alacsony láz, van középszintű láz, és van magas láztartomány.
Ha alacsonyabb rázról van szó, 38-ig beszélünk róla. Az olyan, hogyha megfigyelhető a gyerek, és nem túl pici, lázcsillapítót sem feltétlenül igényel. De 38-5 körül, vagy 39 felé tennáró láz van, akkor félek én, hogy nehogy a magas láztartományba jussak, mert még a középsőbe vagyok, akár a gyógyszer még segíthet. Ha én a 39 vagy a fölé jutok, akkor a magas láztartományba vagyok, senki se várja azt, hogy a gyógyszer elegendő lesz, rögtön kell készíteni a hűtőfürdőt. Ha nincs a hűtőfürdőnek meg a adottság a környezetben, akkor egy langyos, tehát vagy melegebb vízben megnedvesítek egy lepedőt, vagy egy törölközőt, jól kicsavarom, gyorsan rárakom, mert még az is nagyon hidegnek tűnik a forró testének, tiltakoznak is rendesen ellene, de utána nem takarom be még szárazzal. Legalább egy 8-10 percig várok, amíg a testnek a plusz melege átadódjon annak a ruhának, ami rajta van. Ha fürdővízbe tesszük, akkor a fürdővíznek, de a fürdővízet is meleggel kezdjük, nem hűvössel. Meleggel és langyossal hűtjük a vizét, mert véletlenül oda csöppen két csepp hideg víz a gyerek felé, kiszökik a kádból, és vége az én hűtőfürdőmnek. Tehát langyos vizet fokozatosan eresztem, tehát a kímélet a lényeg ebben, a lassúság a lényeg ebben, mert akkor fog is szikerülni. Akkor szépen visszamérem a hőmérsékletét, hogyha nem csökken semmit, és már tele van gyógyszerezve, nem a gyógyszert ismétlem meg, vagy változtatok a gyógyszerem, mert nem használt az a gyógyszer, hanem a hűtést, mert utána akkor még a hőközpont nem tudja, hogy most neki mit kell csinálnia. Tehát meg kell tanítanom rá, hogy egy viszonylag rövid fél óra, háromnegyed óra időtartam alatt én visszatornáztassam, hogy tudja, hogy mit csináljon, mint tartsa a hőmérsékletet. Ha már egy olyan 38 körül van a nagyon magas láz, akkor én már nyugalomba lehetek, akkor már lehet más csinálni, esetleg a kicsit megitatni, megetetni, de sasolni kell. Egy-két óra múlva megint vissza kell nézni. Nem csak nem azért, hogy típustól függően, hogy lázas típus, nem lázas, hanem attól függő is ez, hogy milyen a kórokozó, a betahatoló kórokozónak milyen a tulajdonsága. A hűgutáról itt kell beszélni, 40 fok fölött van, itt is a hűtés a lényeg. Nagyon fontos az, hogy arra figyelni, mint a kiszáradásnál. Száraz nyelv, apátia, esetleg eszméletlenség, meg ezek a tünetek, ami hűvös helyen le kell vetköztetni. Mérgező növényekről párat felolvasok, hogy lehessen csodálkozni, mert én is csodálkoztam. Difenbachia, vagy buzogányvirág, filodendron, anyarós, pirosló hunyor, tiszafa, sisakvirág, gyűszűvirág, aranyeső, kikerics, tuja, gyöngyvirág, leander, kecskerágó, ricinus, boróka, mák, csattanó maszlak, mikulásvirág, jön a karácsony, az ember hogy örül, és milyen szépen ott áll, és milyen, nem is gondol rá, hogy a gyereket esetleg csodálatba ejti a mikulásvirág is. Kutyatejféle, az is kutyatej, bürök, nadragúja, farkasalma, keserű mandula, őszi és sárga barackmag, hát ezek mindig, szóval nagyfokú hasi fájdalom, akkor tudatzavar, aluszékonyság, már ebben a stádiumban nehéz rajtuk, eszméletlenség, görcsök segíteni. Az a lényeg, hogy tudjuk, hogy mit csinál a gyerekünk, meg tudjuk azt, hogy szinte ezekből nekem is van 4 vagy 5 féle. Gyanútlanul. Tehát, hogy akármit ne rákcsáljon a gyerek. Szóval ezért nem csak a növény védelme érdekében, hanem egy ilyen környezettudatos nevelés, hanem az is fontos, hogy adott esetben az a kis kezére rájutva, vagy a szárnyák a hártyára borzasztó nagy problémát okozhat. Napégés, ez egy másik téma, rettenetes nagy probléma nyáron. Bár most már azért sokkal nagyobb a fegyelmezettség,
nagyon fontos az, hogy nagy testfelületet nem kenekre, mindenféle zsírosabb valamivel, tehát inkább a hűtés a lényeges, meg az, hogy szárazon kezeljem, és az, hogy nagyon-nagyon megelőző szemlélettel, mert ugyanúgy az is okozhat mélyre terjedő sérülést a napig, és főleg mostanság. Az orvérzésről nem beszéltünk még a vérzéseknél, ezt fontosnak tartom. Ha egy gyereknek az egyik orjukból egy kicsit vérezget az óra, azt percenként nem kell fölengedni és nézni, hogy még vérzik-e. 10 percig odaszorítom az orrsövényhez, és kész, várok, eláll. Józan esetben eláll. Ha lüktetően jön, akkor azt be kell csomagolni a gyereket, és el kell vinni a legközelebbi gyerekgégészeti ügyeletre. Ez a feladat. Sokszor van olyan rendszerbetegség, akár hematológiai betegség, ami így derül ki. Náluk ritka az, hogy ilyen nem volt még a szakirodalomban a gyereknél orvérzés, mert magas a vérnyomás, úgyhogy ezt el kell vetni. Inkább lehet egy hematológiai vérzékenységgel járó betegség, ami akkor kezdődik, és esetleg. De a egyukból orvérzés, ami 10 perces betapasztással, vagy az egyik, vagy a másik orjuk, és eláll, ne ijesszen meg senkit. Ez egy nagy adag C-vitaminnal, esetleg egy kis hámosító kenőccsel, neuranormonnal, szudokrémmel el szokott múlni. Tehát nem ritkán igényel beavatkozást. Rángógörzsről beszéltünk gyakorlatilag, a rovarcsípésről nem annyira. Gyakorlatilag a kullancstól nagyon-nagyon félnek. Azt mondom, hogy nincs annyira nagy félnivaló. A daráscsípésről jobban félnék. Akkor, hogyha az ember gyereke nem daráscsípésre allergén, nem érzékeny daráscsípésre, akkor és nem azt jelenti a daráscsípésre érzékenység, hogy megdagad az a testrész, hanem az, hogy a megdagadáson, a helyi reakción kívül van más is, nyelven megduzzad, vagy a személye megduzzad, az az igazi olyan, ami tényleg, szóval mindenféle megelőzési dolgot meg kell beszélni a házi orvossal, és komolyan kell venni. Tehát azt mondtam, ugyanúgy, mint az allergiánál, az arcnak, a szemhéjnak, a nyaknak a duzzanata mindig súlyos jel, azonnal sürgős mentőt kell hívni akkor. Szemsérülésekről annyit lehet mondani, nagyon alattomosak a szemsérülések. Szemsérülése gyereket, felnőttet én azonnal szemészeti ügyeletre vinnék. Ha idegen test behatolásáról van szó, nem húzom ki, hanem lekötöm, vagyis a vérzést próbálom tehát letapasztani, de lehet, hogy jobb sokszor, hogy semmit nem teszek, hanem minél hamarabb a célba éretem a beteget. Ha egy olyan dologról van szó, hogy tompa sérülés éri, de a szemet konkrétan, még akkor is, ha lehúnyt állapotban van, tehát a szemhéj rajta van a szemen, akkor is azonnal meg kell mutatni, és a legkevesebb terheléssel kell elszállítani a felnőtt vagy a gyerek beteget a szemészeti ügyeletre. Rengeteg vakság van ebből, hogy nem megfelelő körültekintéssel ellátott tompa szemsérülésről volt szó, és ezért levált az idegkártya, és ott azt már nem tudják helyrehozni, és vakulás, megvakulás származik belőle. Sokat beszélünk még a szénmonoxid mérgezésről, nagyon komolyan kell venni. Ha szédülős és fejfájásra, átmeneti eszmélezavarra utaló jelet vesz az ember észre, én láttam ilyet kulturált körülmények között élő, és nem is gondolta volna senki, azonnal ablakot nyitni, azonnal figyelni, hogy mi van, de ott általában ezek a rosszul beszerelt bojlerek, melegítő testek tudnak ilyet csinálni, és nagyon nagy baj tudnak csinálni. Hogyha általában piros a bőr, tehát a szénmonoxidnál ez, és van egy jellegzetes olyan nehéz, nem szagnak mondhatnám, valami háttérszag, vagy amit megismer az ember, ha már egyszer találkozott vele, de általában a betegnek a viselkedése, meg a piros bőre az, ami tudja azonnal levegő kihúzni a friss levegőre. Vérzésekről beszéltünk, hogy nem kell, nem azon az apró kérdéseken kell fennakadni, hogy a fertőtlenítő, hogy mi, ha spiccel, ha nagyon erősen lüktetve jön elő, nyomókötést teszek, nincsen már végtag elszorítás, ilyet nem csinálunk. Átmeneti
helyzetben csak esetleg, de a nyomókötés az igen, elégnek kell lenni a artériás, tehát a verőeres vérzésnél is. A vízbefulladásnál igazából, ha kihúzva van a sérült, akkor az újraélesztés, amit a következőkben el fogok majd mondani, nagyon röviden, és az szokott megoldani a problémát, hogy az újraélesztés közben a legelső lépcsőnél, a befújásnál kezd ömleni ki a víz, mint egy idegentest, és akkor kezdenek felszabadulni olyan tüdőrészek, amik megengedik a, hogy hívják, ott se kell lógatni, fejjel leforgatni, meg ilyeneket, hanem azonnal az újraélesztést meg kell kezdeni. Na most akkor, hogyha oda megyek a beteghez, és gyakorlatilag normál a légzése, akkor, de eszméletlen, látom, hogy nagy a baj valamiért, de van légzése, normálisan vesz levegőt, akkor nagy baj nem lett a keringéssel sem. Mit csinálok oldalfekvő helyzetbe? Stabil oldalfekvő helyzetbe hozom a testét. Hogyha jön még valami, nehogy visszafoljon és fulladást okozzon. Hát nincs a légzés. Nincs a légzés, látszik szürke is, mert azt a színben is lehet látni. 5 befújás után várok. Ha semmi nem indul be, nem kezd el görcsösen köhögni, felköhögni, jön a víz, vagy jön akármi már, akkor meg kell kezdeni az újraélesztés. Az ilyen esetben 30 mellkasi nyomás és 2 befújás, és 30 mellkasi nyomás és 2 befújás. És ezzel a ciklussal, amíg én segítséget lávátó embert nem kapok, ezt csinálom. Pici gyereknél, egy ilyen pici csecsemőnél elég egy 2 új, egy felnőttnek a 2 újja. Tehát amit ide a szedcsont alsó részére, amit akkor emlegettem, mikor mondtam, hogy az idegen testet, hogy lövetem ki a túlnyomással. És szóval ez a befújás, az gyakorlatilag kiemelem megint a babát, hogy megmutassam, fontos ez a mozdulat felnőttnél is, gyereknél is, felnőttnél egy kicsit kiszoktuk emelni a vállat, tehát ide teszünk töltést, nagyon fontos, hogy egy kicsit hátrébb menjen a fej. És akkor így tudok befújni, mert ezáltal kiegyenesedik az a légcső, amin keresztül beáramlik majd a levegő, amit én itt fújok be, vagy itt fújok be. Na most van, amikor, ha olyan a helyzet, hogy van rá lehetőség, hogy én egy levegőt átjárható textíliát oda tegyek, nem papír zsebkendőt, hanem hát amit már senki nem használ természetesen, vagy tényleg itt elő lehet kapni a esősegély dobozból a gézlapocskát, és ráteszem. Ha meg az embernek a sajátja, meg nem olyan idegen, vagy egyéb, vagy a saját gyerekénél nyilvánvaló nem gond, hogy bele fúj a szájába. Kicsiknél az orrba nem nagyon, ott nagyon, olyan, nagyon sok fas levegő ide-oda elmegy, nem biztos, nem olyan biztos a bemenet. Tehát 2 befújás, és akkor semmi, akkor meglöpköm a mellkast, és akkor 30-at így, hogy 1, 2, 3, 4, tehát olyan ütemesen, mint ahogy én a tehát a másodperceket számolnám körülbelül abban az ütemben. Nem lehet elrontani, és akkor utána nincs segítség, megint fogom, befújok 2-t. Szépen egymás után. És akkor megint jön a nyomás. A felnőttnél ezt megtenni, mivel hogy ott egy felnőttnek a mellkasa rettenetesen kemény, hát itt a babám meg se tudom mutatni, 2 kézzel szokták, és teljes nehézkedésen rá, tehát oda már izomerő is kell, ott tör általában a borda, meg minden. De hát gyakorlatilag ez az ütem elég jónak bizonyult. A gyereknél mindenképpen ezt ajánlják, felnőttnél talán ritkább váltásba is mehetne, de azért a gyereknél a legérzékenyebb a válasz. Hogyha a felnőttnél is azt alkalmazzuk, amit a gyereknél, az nem problémának, nem probléma, csak erővel bírja az ember.
Mennyire tartaná fontosnak, illetve megoldás látni arra, hogy ez a lakosság teljes körében egy ismert téma legyen, mert itt mondjuk a gyerek szempontjából volt megközelítve, de azért, ha őszinték vagyunk, akkor ez a teljes lakosság szempontjából fontos információ lenne. Teljesen. Nekem ez régi szívfájdalmam, mert végül is én azt gondolom, hogy az egészség tudatos életnek, meg a nevelésnek lenne helye a közmédiákon keresztül is, egészen széles körben, országos szinten. Mert sokszor olyan buta dolgokon múlnak nagyon nagy veszteségek, ami az embernek, ami a legfontosabb az egészsége, meg a léte miatt fontos. Valakinek valamilyen szinten kellene úgy támogatni, hogy úgy menjen, mint a reklámtéma, hogy szinte a kisgyerek is tudja mondani, ha tud már beszélni, hogy bizonyos reklámszöveg kijön belőle, akár a találkozásnál, és néha nagyon múl is, akár egy gyógyszerreklámnál. Vannak-e arra valamilyen kezdeményezések, hogy ha már ön gyermekgyógyász, hogy valamilyen módon az első segélynyújtás az oktatásba belekerüljön, mert talán, hogyha ott megjelenne, akkor ez a későbbiekben nagyon komoly figyelemfelhívás csinálják lenne. Csinálják a védőnök iskolai szinten. Küzdenek, mindenütt van ambubaba. Tehát nagyon lelkiismeretesen veszik ezeket a dolgokat, és tudom, hogy az általános iskolában is vannak ilyenek, de azt hiszem, hogy ilyen fakultatív módon. Tehát én azt gondolom, hogy ezt lehetne, de hát elsősorban aki tanítja, fontos lenne, hogy beépüljön a rendszerbe, és az megfelelő személy legyen, vagy pedig egyszerűen, hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy rutinja van egy olyan védőnőnek, aki éveket tölt egy iskolai környezetben, és csinált ilyeneket fakultatíve, és esetleg most kötelezően bevonul, hiszen ez nem egy olyan nagy ördöngösség. Ez egy nagyon egyszerű, tanítható dolog. Mi itt az agglomerációban élünk, és a doktornő települései is itt vannak. Mennyire vagyunk mi ebben hátrányos helyzetűek, hogy azért mégis a hétvégi ügyeleteink, illetve a mentőktől fizikailag is messzebb vagyunk? Lehetne bőven fejleszteni az ügyeleti rendszeren, de hát minden ugye pénzkérdés, áldozatok kellenek ehhez. A mentési szempontból annyira rossz helyzetben Budakeszin nincs, de már a távolabbi, például Nagykovácsi, Budajenő, Telki, Páty egy kicsit keményebb helyzetben van, mert hát ugye tapasztalom én a saját lakhelyemen keresztül, ott is vannak betegeim, ott is tartok rendelést, igaz, nem ilyen óraszámban, mint a budakeszi területen, hogy bizony a 40 perc, 45 perc eltelik, mire a segítség, a sürgősen hívott segítség is kiér. És ez azért nagyon sok, mert addig tartani kell a frontot. Mennyire épül be egy itt előadáson résztvevő anyukának a agyának arra a mély, messze pontjára, amire szerencsés esetben soha nem lesz szükség, de ha mégis? Ezt akkor tudom, amikor ugye van, aki az én családomból jött, tehát az én családjaimhoz tartozik, gyerek vagy szülő. Ezek a dolgok felszínre kerülnek az egyéni találkozásokkor is, akkor is sokszor rá kérdez dologra. Meg akkor is tapasztalom ezt, amikor történik az X dolog, és megkérdezi, és nem is velük történik a probléma, hanem a közelébe, vagy a szomszéddal, vagy a barátjánál, és tudja, hogy erről ő hallott akkor is. Volt ilyen hívásom, amikor ezt, hogy ő bizonyosságot nyerjen, hogy ő jól gondolta és jól csinálta, hogy erre a kérdésre rá kérdezett. És még annyit, ami ugyan talán nem a sürgősségi betegellátáshoz tartozik, de itt a legutolsó beszélgetésben kiderült, és a doktornő szájából is elhangzott, hogy a legfontosabb vitaminunk a D-vitamin. Hogyha ezt egy nagyon röviden összefoglalná nekünk, hogy miért tartja ennyire fontosnak. Egy 3 vagy 4 évvel ezelőtti az éves legmagasabb szintű szakmai konferencián
az egyik klinikánk, egyetemi klinikánknak a professzora rávilágított a témára. Abban az időben már szinte futó tűzként terjedt, hogy mekkora nagy a baj a D-vitaminnal, és pont az afroamerikai embereken keresztül, megfigyeléseken keresztül és adatgyűjtésen keresztül, hogy bizonyos betegsége náluk miért fordulnak elő, és itt előjött a D-vitamin, hogy na most mi is van a bőrben, mert azt tudni kell, hogy a D-vitamin a bőrbe képződik, vagy pedig meg kell enni, vagy étellel, amik általában tengeri halak, vagy pedig bele teszem az ételem közé, és lenyelem egy kis vízzel, vagy étkezés közben. Hát nekünk ez jutott, mert végül is mi Közép-Európában ehhez a pluszbevitelre vagyunk úgymond kárhoztatva, de nem egy olyan terhes dolog, ezt is meg lehet szokni. Ugyanis rájöttek arra, hogy a rákbetegségeknek egy nagy aránya nagyon súlyos D-vitamin hiányos állapotokban észlelhető. Az egyes típusú cukorbetegeknél szinte alig mérhetően alacsony a D-vitamin szintje a vérben. Akkor észrevették azt, hogy immunbetegségeknek a zömében szintén nagyon alacsony a D-vitamin szint, és azt is észrevették, hogy a tavaszi fáradtság nem a C-vitaminnal, hanem a D-vitaminnal függ össze, a D-vitamin hiánnyal, és ezek bemért adatok. Tehát én most ezt nem egy légből kapott, vagy olyan megfigyelés, hogy na szedd a D-vitamin, mert jobb kedved lesz, hanem ezek már komolyan szakmailag bemért adatok, már több éve. A franciák jóval magasabbat adnak megelőzésre, D-vitamin ilyen megelőzésére. A D-vitaminból mondhatnám azt, hogy ötszörös mennyiséget is találtam. Mi azért egy kicsit ebben diszkrétebbek vagyunk, de úgy egy 60 kiló alatti egyénnek, aki különös megterhelés alatt nincsen, 1000 egységet úgy naponta nemzetközi egységben számolják a D-vitamin, a 60 kiló fölött pedig len, de tényleg évszaktól függetlenül, mert hát nálunk a napsütés nem lehet úgy igénybe venni még nyáron sem, ami érdemleges mennyiséget termel, de 3000-et adunk a 60 kiló feletti, vagy esetleg várandós kismamáknak, vagy szoptatósoknak. És látszik is az eredmény már, lehetne ebből is arányokat állítani, tényleg sokkal kevesebb légúti betegséget szenvednek meg a tartósan D-vitamin profilaxisban tartott nagyobb gyerekek is, a csontozatnak meg az izomzatnak a fejlettsége, fejforma, egyebek, igen, csak szintén megsínlik a, hogy hívják ott, a D-vitamin hiányt. Ezt is látjuk a depresszióról nem beszélve, mert ez most a közeli kutatásoknak a része, hogy sajnos pszichiátriai megjelenésekben is, ugyanis a D-vitamin minden szinten, tehát mindenféle sejtípusban sejtszintű védelmet nyújt az egyes szövetségben.